nem mond le, és jogi lépésekkel akarja elérni, hogy távozzanak az alpolgármesterei. Ezt Göd Momentumos polgármestere mondta a ma reggeli Start című műsorunkban. Balogh Csaba szerint manipulálták azt a hangfelvételt, amely alapján úgy tűnik, hogy fideszes alpolgármestert választanak. Kunhalmi Ágnes úgy véli, hogy a Gödi ellenzéki belviszája 2022-es választási együttműködést is szétverheti. Tényleg az lenne a legjobb, hogyha ez a csatározás ez abban maradna. Gödnek is rosszat tesz az ellenzéki pártok között kialakult helyzet, hiszen azok új politikai kultúrát ígértek, mégis az ellenkezője valósul meg, mondta a város polgármestere. Balogh Csaba hozzátette, nem tudja, hogy a DK manipulálta-e a nyilvánosságra került hangfelvételt, de az biztos, hogy megváltoztatták. Az egyik szerint, amelyet a DK hozott nyilvánosságra, úgy tűnik, hogy fideszes alpolgármestert választana a település Momentumos polgármestere. A másik szerint, amelyet a Momentum adott közre, ennek az ellenkezőjéről van szó. A polgármester a Startban azt mondta, hogy nem mond le, és megtette a szükséges lépéseket. Részletekre nem tért ki, de kijelentette, az ügyvédek már dolgoznak. Nekem most ugye kötelességem az, hogy bizonyos jogi kezdeményezéseket tegyek, és hogyha a jogi kezdeményezések arra futnak ki, akkor bízom benne, hogy akkor már az eléri azt a határt az alpolgármestereknél is, hogy belássák azt, hogy jobb, hogyha ők igazából nem próbálkoznak itt tovább a politikai életben, és békésen elvonulnak onnan. Nem tartja jó folyamatnak a gödi történéseket az MSZP választmányi elnöke. Kunhalmi Ágnes a csütörtöki egyenes beszédben azt mondta, rendkívül aggódik az ügy miatt, mert az kihatással lehet a 2022-es választásra is, bár most még nem országos ügyről van szó. Most kezd messzebb mutatni, én szerintem ez egy helyi ügy, amit helyi szinten kellene tartani, mint ahogy egyébként vannak tányércsörgések helyben, ahol 4-5 pártnak kell együttműködni. Most kezd azzá válni, és én attól félek, hogy most verik szét azt a közös listát, amivel ma már a kétharmadot is se tudjuk megakadályozni, ha nincs közös lista. Kunhalmi azt kérte, hogy Gyurcsány Ferenc és Fekete Győr András üljenek le és tisztázzák a kérdéseket, az ügyet pedig helyi szinten kezeljék. Gyurcsány Ferenc a daganatos megbetegedéshez vagy a koronavírushoz hasonlítanák kialakult helyzetet. A DK elnöke szerint mindegyik esetben lokális kezelésre van szükség. Ahogy Facebook posztjában írta, arra kéri a gödélyeket, hogy helyben oldják meg a vitát, de ha egy kiúzanító kezelés kell, akkor vessék alá magukat. Hogy ezt pontosan hogyan értette, az nem derült ki. A Momentum elnöke is Facebookon mondta el, mit gondol. Fekete Győr András a DK szimpatizásainak, valamint a vélt vagy valós szövetségeseinek azt üzente, a DK által közzétett manipulált hangfelvételén lehet tisztességesebben űzni ezt a hivatást. Mint írta, ha Orbánnal nincs alku, akkor Orbán aljadék eszközeivel se legyen alku. Szerint a manipuláción és a PTNR pozíció politizáláson túl kell lépni.